megújuló laktanya, 1,7 milliárd forintot fordítanak Európai Uniós forrásból Nyíregyházán egy korábban laktanyaként funkcionáló terület barna mezős rehabilitációjára. Tavaszi fáradtság. Egyre több ember szenved a tavaszi fáradtságtól, melynek egyik oka, hogy télen zsírosabb ételeket fogyasztunk. Tanúként a bíróságon, a beidézettek kötelesek a bíróság előtt megjelenni, vagy ha a bíróság engedélyezi, más formában is vallomást tehetnek. Milliárd forintot fordítanak Európai Uniós forrásból Nyíregyházán egy korábban laktanyaként funkcionáló terület barna mezős rehabilitációjára. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A kivitelezési munkálatok már zajlanak, a pályázat során új utakat és járdákat hoznak létre, kiépítik a közvilágítást, a szennyi- és ivóvízhálózatot, valamint több ezer cserjét kap a terület. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásából valósul meg. Zajlanak a kivitelezési munkálatok Nyíregyháza barna mezős területén. A Tiszavasvári út déli részén elhelyezkedő volt Vai Ádám laktanya rehabilitációját finanszírozzák Európai Uniós pályázatból. A fejlesztés keretében a volt parancsnoki épületet átalakítják egy közel 800 négyzetméteres technológiai transferközponttá. 25 éve ezen a területen semmilyen érdemi beruházás nem történt. Az önkormányzat egy nyertes pályázat keretében tudta elkezdeni a jelenleg itt folyó munkálatokat. Egy bő 2 éves előkészítő munka után január elején indultak meg a kivitelezési munkálatok. Az előkészítő munkák során épületek bontására került már sor. A hátunk mögött látható volt parancsnoki épület felújítása fog megtörténni teljes körülön, ami egy új irodaépület lesz. Utak épülnek, járdák épülnek, kerékpárút épül a Fészek utca felől. Közművesítési munkálatok zajlanak majd ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos áram, közvilágítás tekintetében. A több szempontból is fontos projektre 1 milliárd 775 millió forintos forrás biztosítottak, közel 100%-os visszanemtérítendő támogatás formájában, a városnak ehhez csupán 34 millió forintot kellett hozzátennie. Szeretnének egy közösségi teret is kialakítani a kertvárosiaknak. Lesz egy olyan 2 hektáros terület, ahol lesz játszótér, lesz kresztampálya, lesz sportolási lehetőség, és olyan füvesített, parkosított terület, ahol különböző programokat lehet bonyolítani. Természetesen utak épülnek, ugye itt ez most nincs, kerékpárút is lesz, gyalogos sétálgatni is lehet, járdákat építünk ki, és lesznek olyan fejlesztési területek, amik majd a jövőnek szólnak, ezt is ebből a projektből, ebből a finanszírozásból meg tudjuk valósítani. Itt az elmúlt években felmerült többször, hogy jó lenne egy nagyobb ABC vagy valami üzlet itt a kertvárosban, az a kis pár nem elegendő, na itt akkor ennek a lehetőségét is megteremtjük, de itt van a CNG buszok töltőállomása, ehhez kapcsolódó telephely kialakítás, illetve akár lakások épülhetnek. Tehát ebből a forrásból, ebből a pályázatból a jövőt is, a jövőbeni lehetőségeket is elő tudjuk készíteni és megteremteni. A beruházás kiterjedt zöld területi munkálatokat is magában foglal, illetve az ehhez kapcsolódó automata öntözőrendszer kialakítását több mint 1000 négyzetméteren. A területen 332 darab fát és közel 13200 darab cserjét ültetnek, valamint 72000 négyzetméteren végeznek füvesítést. Különféle utcabútorokat, játékokat és sporteszközöket is elhelyeznek majd. A pihenni vágyók részére bográcsozó és piknikezésre alkalmas tereket is kialakítanak. 16 a beregsurányi magyar-ukrán határállomáson szolgáló pénzügyőrt vett őrizetbe és hallgatott ki a központi nyomozó főügyészség, közölte a főügyész az MTI-vel. Keresztes Imre közleményében azt írta, a megalapozott gyanú szerint a beregsurányi közúti határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő pénzügyőrök a Magyarország területéről Ukrajnába kilépő és általános forgalmi adót visszaigénylő emberektől a hivatalos eljárásuk során rendszeresen jogtalan előnyt, jellemzően
készpénzt fogadtak el. A pénzügyőrök a korrupciós tevékenységet egymás cselekményeiről tudva, az adott szolgálatban dolgozó osztályvezetők segítségével rendszeresen és szervezett módon legkésőbb 2018 novemberétől végezték, tette hozzá a főügyész. A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indult ügyben a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség kedden házkutatást és motozást tartott a határállomás egyes részein, illetve a gyanúsítottak lakó és tartózkodási helyén több regionális nyomozó ügyészség, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ közreműködésével. Az ügyben gyanúsítottként kihallgatott 16, köztük 5 tiszti rendfokozatú pénzügyőrt őrizetbe vették, az ügyészség valamennyiük letartóztatását indítványozza. Az akció során a pénzügyőrökön kívül egy polgári személyt is kihallgattak hivatali vesztegetés büntettének gyanújával. A kényszer intézkedés elrendeléséről a Debreceni Járás Bíróság fog dönteni, olvasható a közleményben. Keresztes Imre megjegyezte, a vesztegetést elfogadó pénzügyőrökkel az ügyészség 151 rendbeli bűncselekmény megalapozott gyanúját közölte. A terhükre rót legsúlyosabb bűncselekmény a bűnszervezetben az előnyért hivatali kötelességét megszegve üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának büntette, büntetési tételének felső határa 24 év szabadságvesztés. Az évvégi évfordulós kötelező gépjármű felelősség biztosítással rendelkezőknek legkésőbb március 1-ig kell rendezniük az esedékes díjrészletet, írja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A közlemény kitér arra, hogy mivel a március 1-i határidő az összegnek a biztosítóhoz való beérkezésére vonatkozik, postai csekken szerdától már senki ne fizesse be az összeget. Péntek délelőttig az átutalás, azután zárásig az adott biztosító ügyfélszolgálati irodájában történő személyes befizetés a biztonságos megoldás. Amennyiben egy biztosító a határidő lejártáig nem kapja meg az esedékes díjösszeget, a hatályos jogszabály szerint másnap már törölnie kell az adott szerződést. A szövetség közleménye felhívja a figyelmet, hogy annak az ügyfélnek, akinek a díj nem fizetése miatt megszűnt a kötelező biztosítása, és nem köti meg azonnal újra azt, a megszűnés napján a fedezetlenség időtartamára fedezetlenségi díjat kell fizetnie. Ennek összege naponta 430-tól 1030 forintig terjedhet, teherautóknál pedig meghaladhatja a napi 3400 forintot is. Egyre több ember szenved a tavaszi fáradtságtól, ennek egyik oka, hogy télen zsírosabb ételeket fogyasztunk, emiatt a szervezet is leterheltebb, lelassul, nehezen hangolódik rá a természet tavaszi ébredésére. A tavaszi fáradtság elkerülésére az egyik leghatásosabb módszer, ha minél több időt töltünk a friss levegőn, aktív sporttal. Tél végén a tavasz közeletével éreznünk kellene, ahogy az ébredő természet feltölt minket energiával. Mégis ilyenkor a legtöbben levertségre, tompultságra, aluszékonyságra vagy ingerlékenységre panaszkodnak. Ezek a tavaszi fáradtság tipikus tünetei, amely a szervezet normális reakciója a téli üzemmódról tavaszira váltásra. Az egyik oka ennek nyilván az életmóddal összefüggésben, akár az, hogy a téli időszak alatt azért sokkal energiadúsabb, zsírosabb táplálékokat veszünk magunkhoz, és emiatt azért a szervezetünk is sokkal jobban leterhelődik, illetve az, hogy most érezzük, hogy a természet is ébredezik, nekünk is ébredeznünk kellene vele, de a téli ilyen lelassult életvitel után nagyon nehéz elkapni ezt a fonalat, hogy akkor most már mi is a természettel együtt egy picit korábban kelünk, egy kicsit tovább van világos. Bár a napsütésnek örülünk, a hosszú tél szerotonin hiányt okoz, az örömhormon pedig csak lassan pótlódik szervezetünkben. Ezt a fajta fáradtságot a sok kávé fogyasztása sem kompenzálja. A szakemberek azt tanácsolják, hogy töltsünk minél több időt a szabadban, friss levegőn. Akármilyen furcsán hangzik, a sport az nagyon sokat segít, annak ellenére, hogy azt gondolnánk, hogy az még tovább meríti a szervezetet, de közben nem, mert nagyon sok energiát tud adni. Nyilván pszichológusként nagyon sokszor javasoljuk a relaxációt, azt, hogy egy picit befelé figyeljünk. Jó időszak erre, hogy egy kicsit lezárjuk a telet, hogy átgondoljuk, hogy mik a terveink akár erre a pozitívabb, egy kicsit napsütésesebb időszakra, és azt, hogyha mondjuk nem csak egy ilyen január 1-i előre tervezése, hanem akár egy ilyen tavaszival is előre tervezünk, az tud segíteni abban, hogy motivációkat találjunk, ami lelkesít és ami tovább visz.
érdemes több folyadékot is fogyasztani. A téli hónapokban jelentős mennyiségű hulladékanyag halmozódik fel a szervezetben, és ennek eltávolításához több folyadékra van szükség, naponta legalább 2 literre. A reggeli hideg-meleg változóhany is segít felfrissíteni szervezetünket, de jó hatással van a tavaszi fáradtság kezelésére a pozitív gondolkodás is. Tanúként bárki érintettje lehet egy bírósági tárgyalásnak, bárki, akinek olyan tényről van tudomása, amit az adott eljárásban bizonyítani szükséges. Büntető ügyben a bűncselekmény áldozata is lehet tanú. Akit tanúként megidéztek, köteles az őt idéző bíróság előtt megjelenni. A törvényi változások már lehetővé teszik, hogy az érintettek a személyes megjelenés mellett más formában is vallomást tehessenek. A tanú a bíróságtól idézést kap, amelyből tájékozódhat, hogy mikor és hol kell megjelennie. Fontos tudni, hogy már vannak tanúgondozók. A tanúgondozó személyéről és elérhetőségéről az idézéssel együtt a tanú tájékoztatást kap. Ezen személyt a tanú az ott feltüntetett elérhetőségen felhívhatja, további kérdést tehet fel neki, illetve ha valamit nem ért az idézésből, akkor a tanúgondozó segítséget nyújt neki, mondta el dr. Sörös László. Tavalyi év folyamán legtöbbször büntetőügyekben, de polgári és közigazgatási ügyekben is igénybe vették a tanúgondozókat. Összesen 281 megkereséssel éltek a tanúgondozók felé. Ha megkapta a tanú az idézést, akkor az ott megjelölt helyen és időben meg kell jelenni a bíróságon, hiszen a vallomástétel állampolgári kötelezettség. Ilyenkor a tanút beszólítják a tárgyalóterembe, a bíró számba veszi, hogy az idézések kik azok, akik megjelentek, majd ezt követően megkéri a tanút, hogy a tárgyalóterem előtt várakozzanak, ugyanis tudni kell, hogy a tanúkat egyesével hallgatják ki, a ki nem hallgatott tanúk távollétében. A tanúnak lehetősége van zárt adatkezelést is kérni. Ennek során az ő személyes adatait a bíróság érintett tagjain kívül senki más nem ismerheti meg. Ezt követően a bíró tisztázza, hogy van-e a vallomástételnek bármilyen akadálya a tanú részéről. Amennyiben nincs, úgy megkezdődik a kihallgatás. Tanúvallomást nem csak személyesen a bíróságon lehet tenni. Tanúvallomásnak van egy speciális eset, az írásbeli tanúvallomástétel. Ez azt jelenti, hogy a bíróság nem kívánja személyesen kihallgatni, viszont bizonyos kérdéseket tisztáznia kell. Ilyenkor előre elkészített formanyomtatványon rögzíti azokat a kérdéseket, melyeket meg kell válaszolni a tanúnak. A tanúnak ilyenkor ezeket a lakcímére megkapja ezt a nyomtatványt a kérdésekkel együtt, azt a nyomtatványon kell kitölteni, és a nyomtatványra kell ráírni, minél részletesebben a válaszait, és ezt a bíróság számára visszaküldénie. Az írásbeli tanúvallomás nagyban leegyszerűsíti a tanúskodás menetét, hiszen az érintettnek nem kell utaznia. További könnyebbség, hogy tavaly július óta lehetőség van a tanúk távmeghallgatás keretében történő meghallgatására. Ennek során a tanú a lakóhelyéhez legközelebb eső távmeghallgató szobába kap idézést, ahonnan a bírósági tárgyalásra bekapcsolják, és távmeghallgatás keretében meghallgatják. Igazi zenei csemegének adott otthont a Bencs Villa kedd este. A közönség a 6 tagú A Capelle Art énekegyüttes koncertjét hallhatta. A 2013-ban alakult kórus az elmúlt hetekben a megye számos településén fellépett a Filharmónia hangverseny sorozat részeként. Ez alkalommal az iskolások után a felnőtt közönséget nyűgözték le. Esztendős kórus tagjai a Kodály Zoltán általános iskola diákjaként és a Cantemus kórus család énekeseként nőttek fel. Bár csak egyikőjük lépett zenei pályára, a muzsika mégis fontos része maradt az életüknek. Az együttes előadásmódjának jellegzetessége többek között az, hogy az angol King Singers énekegyüttes hagyományaihoz hasonlóan kizárólag férfi hangokra épít. A férfiak hangszínének hasonlósága ezekben a harmóniákban egyed ilyen tiszta hangzást kölcsönöz a felcsendülő kórusművek előadásakor. Repertoárjukban számos műfaj helyet kap, a reneszánsz daloktól a magyar népdalokon át egészen a beat zenéig. A zenei irodalom meglehetősen gazdag az a cappella, ugye a hangszeres kíséret nélküli műveket tekintve. Az egyik legnagyobb tárházzal talán a reneszánsz muzsika rendelkezik,
A romantikus kor az egy speciálisabb kor, hiszen ott inkább a nagyzenekarokra, nagy kórusokra írtak műveket, de azért onnan is van lehetőségünk meríteni. Illetve hát a modern korban ugye a kórusmuzsika, főleg Magyarországon ugye Kodály örökén kiváló kórusmuzsika épült fel, és ezért így a 20. századból is tudunk meríteni. Mivel elég ritka, hogy 6 férfi alkot egy kamarakórust, ezért sok koncert meghívása van az énekegyüttesnek. Szerencsére már volt lehetőségünk külföldön is koncertezni, illetve a közeljövőben szintén fogunk menni külföldre, Ukrajnába. Általában a jellemző az, hogy itt Magyarországon, Nyíregyházán is környékén, de volt már Budapesten is koncertünk, tehát itt a belföldön több koncertünk van. Hamarosan újabb külföldi út vár rájuk. Áprilisban Szlovéniába utaznak. A Maribori 15. Gallus Nemzetközi Kórusverseny Művészeti Bizottsága a beküldött pályázatuk alapján beválasztotta az együttest a versenytagjai közé, így megmérethetik magukat 12 másik kórussal együtt, akiket 22 ország 35 jelentkezője közül választottak ki. Drágábban tankolhatunk szerdától. A MOL bruttó 5 forinttal emelte a 95-ös benzin és bruttó 3 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát. Az emeléssel a benzin literenkénti átlagára 362 forintra, a gázolai 395 forintra nőtt. A benzin ára legutóbb pénteken változott, akkor bruttó 3 forinttal 357 forintra nőtt. A gázolaj ára pénteken változatlanul 392 forint maradt. Az autósok az emelést követően is eltérő árakkal találkozhatnak, és akár 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. A benzinára 2012. április elején érte el csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. Kiesett a Magyar Kupából a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese a 8-ad döntő visszavágóján 1-1-es döntetlent játszott a Ferencvárossal, így a fővárosiak 3-1-es összesítéssel jutottak tovább. A kisvárda szombaton a bajnokságban a Molvidi FC otthonában lép pályára. A 8-ad döntő első mérkőzéséhez hasonlóan a kisvárdai csapatban a bajnokságban kevesebbet játszó futballisták jutottak szóhoz. A két gólos ferencvárosi előny tudatában a vendégeknek nem kellett sietniük, a hazaiaknak viszont gólokat kellett volna szerezni a továbbjutáshoz. Az első gólt azonban a Fradi lőtte, a 33. percben az argentin Goriarán 50 méterről lepte meg a kapujából kint álló Minkát. Ezzel gyakorlatilag eldőlt a továbbjutás, de a kisvárda nem adta fel. A 69. percben 11-eshez jutott a házigazda, amit Grozav értékesített. A folytatásban is adódtak még lehetőségek a kisvárda előtt, de több gól már nem született, így döntettennel is Fradi továbbjutással ért véget a találkozó. Az első fél időben is volt egy 10-15 percünk, amikor jól futballoztunk, de ott el kell ismerni, hogy a Ferencváros irányította a játékot. Viszont azt is el kell mondani, hogy egy gyönyörű, váratlan góllal megszerezte a vezetést a Ferencváros. Nem igazán volt helyzete neki se, nekünk sem sok, tehát igazából nagyon mezőnyjáték folyt. A második fél időben úgy gondolom, hogy feljavultunk, kerestük a lehetőséget, hogyan tudunk egyenlíteni, voltak lehetőségeink, és sikerült is. És úgy érzem, hogy a későbbiekben is az egy-egyen nem elégettünk meg, mentünk a győzelemért. Itt azt kell mondanom, hogy a játékosaink, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak a majdnoki mérkőzésen, nagyon sokan bizonyították, hogy lehet rájuk. A kisvárda szombaton bajnoki mérkőzésen a Molvidi FC otthonában lép pályára. Az NB 1 23. fordulójának további párosítása a következő: Puskás Akadémia Debrecen, Újpest MTK Budapest, Budapest Honvéd Szombathely, Mezőkövest Paks és Ferencváros Diósgyőr. Megszerezte szezonbeli 10. bajnoki győzelmét a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese a Békés Csaba otthonában nyert 84-61-re. Az MB2 keleti csoportjának 4. helyén álló nyíregyházi kosarasok legközelebb a 3. helyezett Deac Campus Fesztivál 2018 csapatát fogadják. A Gyula otthonában aratott 51 pontos sikert követően Békés Csabára is győzni utazott a Sunshine Nyikse.
Bár a vendéglátók a meccs előtt mindössze 2 győzelemmel gyűjtöttek kevesebbet a nyíregyháziaknál, Kovács Tibor együttese számított esélyesebbnek. Az első negyed igazolta is a papírformát, 9 pontos előnyt szereztek a vendégek, amihez a második 10 percben újabb 14-et tettek hozzá Szavicsék. Fordulás után némileg kiegyenlítettebb lett a játék, a nyíregyháziaknál pályára kerültek a fiatalok, akik tartani tudták az előnyt, így végül magabiztos 23 pontos vendéggyőzelemmel zárult a találkozó. A Békés Csaba előtti gyulai mérkőzésünk az egy kicsit könnyebbnek ígérkezett, ahol elsősorban a fiatalok játszottak és szereztek rutint. Ezen a mérkőzésen teljes csapattal képviseltük a Sunshine színeit, és természetesen a legjobb összeállításban kezdtünk, a jelenlegi legjobb összeállításban, de a mérkőzés alakulása alatt azért a fiatalabbak is szóhorba a játékhoz jutottak, és azért elég sok játék lehetőséget is kaptak. A 20 pont fölötti győzelem azért ezt lehetővé is tette, hogy mindenki játszott a mérkőzésen, és tudta bizonyítani tudását. A Sunshine Nyíkse legközelebb jövő szerdán lép pályára, akkor rangadót játszik Kovács Tibor együttese, mivel a csoport erősebbik debreceni csapata az élvonalbeli múlttal is rendelkező játékosokat felvonultató Deac Campus Fesztivál 2018 látogat a Bánki csarnokába. Azzal tisztában vagyunk, hogy az összjáték erőt képviselve ők egy rutinosabb és erősebb csapatot alkotnak, mint hogy az előző évben is, illetve azt megelőző évben is próbáltunk bravúrokra szertenni, ami sikerült is. Most is erre törekszünk, hazai pályán játszunk. Az elmúlt 2-3 mérkőzés, még ha vereség is volt, adott esetben a Szolnok ellen már voltak olyan biztató időszakai a csapatnak, ami egy felfelé ívelő játékot bizonyít. Az újabb játékosaink is már beéleszkedtek a csapatba, szeretnénk meglepetést okozni. Az NB2 keleti csoportjának tabelláját a Ceglid vezeti 14 győzelemmel és egy vereséggel, az egyaránt 12-1-es mutatóval rendelkező Szolnok 2 és Deac Campus Fesztivál előtt. A Sunshine Nyíkse 10 győzelemmel és 4 vereséggel a negyedik helyen várja a folytatást. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Barnamezős programban újul meg Nyíregyháza egyik korábbi laktanyája. A kivitelezési munkálatok már zajlanak, a pályázat során új utakat és járdákat alakítanak ki, valamint kiépítik a közvilágítást, a szenny- és ivóvízhálózatot, valamint több ezer cserjét ültetnek a területre. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, mintegy 1,7 milliárd forintnyi összegből. Levertség, tompultság, aluszékonyság vagy ingerlékenység. Ezek a tavaszi fáradtság tipikus tünetei, amely a szervezet normális reakciója a téli üzemmódról tavaszira váltásra. Egyre több ember szenved a tavaszi fáradtságtól, melynek egyik oka, hogy télen zsírosabb ételeket fogyasztunk. Emiatt a szervezet is jobban leterhelődik, lelassul, nehezen hangolódik rá a természet tavaszi ébredésére. A tavaszi fáradtság elkerülésére az egyik leghatásosabb módszer, ha minél több időt töltünk a friss levegőn, aktív sporttal. A tanúként megidézettek kötelesek a bíróság előtt megjelenni, a törvényi változások azonban már lehetővé teszik, hogy más formában is vallomást lehessen tenni. A tanúk boldogulását a tanú gondozók segítik, akiknek további kérdéseket tehetnek fel, illetve ha valamit nem ért a megidézett, abban az esetben a tanú gondozó segítséget nyújt neki. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 27-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! De változóan, majd gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, majd a délnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4-1 fok között alakul. Csütörtök estig eleinte gyengén felhős idő várható sok napsütéssel, majd változóan felhős lesz az ég.
Csapadék nem lesz. A nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 fok körül alakul. A folytatásban változékonyabbra forrul időjárásunk, több időjárási front is átvonul majd felettünk. Többnyire felhős időnk lesz, csak kevés napsütésre számíthatunk, és több alkalommal várható csapadék. Hétfőig inkább csak kisebb eső, zápor valószínű, kedden viszont egy markánsabb front vonul át felettünk, kiadósabb eső és megerősödő szél kíséretében. A front jelentős lehűlést nem hoz, így a következő napokban ugyan átmenetileg hűvösebbre fordul az idő, a jövő héten viszont ismét enyhülés várható. Éjszaka fagypont, délután többnyire 10-15 fok körüli hőmérséklet valószínű.